Sziasztok srácok, én Bálna vagyok és üdvözlök titeket egy újabb fantasztikus Pokémon videóban. Itt van velem Körmöci Norbi barátom. Szia Norbi, üdvözöllek az adásban. Ma a Johto régió Pokémonjait fogjuk megcsinálni. Igaz? Igaz. Összesen 100 Pokémon van egyébként a második generációban, tehát nem lesz óriási a választék a többi generációhoz képest, amit mondjuk múltkor csináltunk, a 151 volt. De egyébként én szerintem minden Pokémont fel tudok idézni a fejemben. Igen, igen, hát a Kanto meg a Johto az már nekem megy, ugyebár a Hoenn az még úgy felejtős kicsit, de hát majd menni fog. Mindegy, igyekezni fogunk mindkettőt. Én rajzolni nem tudok, Norbi azért egy kicsit jobban tud rajzolni, mint egy átlagos... De csak egy picit. Mint egy átlag ember, csak egy nagyon picit. Úgyhogy meg fogjuk nézni ezt 5 rajzon keresztül, meglátjuk utána, hogy mi lesz a véleményetek rólam, rólunk. Most pedig kezdődjön szerintem ez a rajzverseny, ez a rajzcsalás. Ja, egyébként elfelejtem mondani, hogy egy percünk van mindegyik rajzot megcsinálni, szokásos módon, úgyhogy vágjunk bele. Vágjunk bele. Tehát akkor második generáció kezdhetjük, Norviken. Rendben, akkor nézzük meg, hogy ki lesz az első Pokémon, amit egy percen keresztül rajzolhatunk. Az első száma pedig nem más, mint a 204-es, mindjárt nézzük, hogy melyik ez. Pánykót kell tehát lerajzolnunk, egy percünk van rá. A fenyődoboz, ugye? Így van, a toboz barát. Fenyődoboz. Én arra emlékszem, hogy neki ilyen háromszög alakú szeme volt, és ilyen szomorú szotyi retinája. Egy rohadt krumpli, amin van egy pár tetőcserép. Én nekem nagyjából így fog kinézni. Gyalázat, újabb gyalázatos teljesítmény, az biztos. Nézzük, hogy mit sikerült összehozni. Hát, te milyen 3D-s eletet tudod rajzolni nekem. Mondom, egy krumpli, amire én ezt meg tudom csinálni 3D-ben is. Egy krumpli, amire ráragasztasz pici cserepeket. Mutasd csak, hogy... Teljesen jó tíd, mit akarsz? Csak kicsit elsiet. Köszönöm, én már láttam is, tudom, hogy bajnok volt, nem hinné be. Én emlékeztem pánykorra, csak ez térbe kell lerajzolni, ahhoz meg kéne valami kézügyesség, úgyhogy hát nem tudom, valakinek lehet, hogy jobban fog sikerülni. Otthon próbáljátok majd meg, nézzük ki a második számú. A következő pedig nem más, mint a 235 számú, vagyis Kingdra, úgyhogy... Na, a Seedrat követi Kingdra. Ja, igen, tényleg Seedrat követi Kingdra, aki még emlékszik az előző részben volt, ugye? De undorító rajzom volt, emlékszem. Nem, ott ilyen nézett ki jobban. Dehogy is, ez ennyi valami hasonlított. Na jó van, elég a félrebeszélésből, indul Kingdra. Semmire nem fogok emlékezni, jól. Itt egy ilyen kis csöcsszáj. Oké, nézzük, hogy mi lett az eredmény. Az enyém, mondom, egy ilyen rénszarvas a vízben. Tiéd meg még mindig jobb hasonlít Seedrára nekem. De hogy néz ki ez arra? Hát igazából szedett? Így néz ki. De, hát nagyon más a hátán az a szárny. Én ezt egyáltalán nem tudtam rá. Na jó, hát nézzük a következőt. De legalább jobb, mint a Seedra. Jobb, mint a Seedra, oké. Nézzük a következőt. A következő Pokémon, akit le kell rajzolnunk, a 249-es számú, aki nem más, mint az utánozhatatlan Lugia. Úgyhogy, Jézusom, ez konkrétan szerintem eretnekség lesz, amit én itt elkövetek. De nem sokat fogok gondolkozni, úgyhogy menjen az a Lugia. Menjen. Norbi, menjen, csapasd neki. Ne! Oh my god! Na jó, nézzük! Én nem tudtam befejezni egyáltalán. Az enyém az ilyen lett, a tiéd meg ilyen állított nagy repülődög, de szerintem a tiéd az jobban hasonlít Articuno-ra. Esküszöm, ez a póz, ez egy az egyben Articuno. Aha, mondasz valamit, ja. Nekem meg nem tudom. Puzzle szárnyak. Szárnyak az a kicsit durva. Összetenni szinten. Passzolnál is. De egyébként, ha picit hosszabb a bemérés, akkor már jobb. Persze. Meg nincs olyan sok távolság köztem. Igen, igen.
Hát ez így de sikerült, srácok. Döntetlen. De meggyaláztam az isteneket ezzel? Nem. Tetszik, hogy kiszínezted a szeméni az hozzá. Kiszínezem én is hát. Na jó, következik ezután a negyedik számú másik generációs Pokémon. Következő pedig nem más, mint a 164-es számú, vagyis Noctowl. Ugye tudjátok, hogy ez egy madár Pokémon, valami a fején ilyen sárga színű van. Bagoly Pokémon inkább. Hát jó bagoly, de hát madárnak madár. Ez nekem nem fog jól menni. Szar, korona van. Na jó, megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle, és indul az egy perc. Hajrá! Go! Olyan gonosz fej lesz, olyan gonosz szemei lesz meg. Don't fosh! Meg lesz! Összejön! Oh my god! Szerintem én terveztem egy új Pokémont. Mutasd! Asztal! Na, az teljesen jó lett. Az enyém az meg egy ilyen náci. Te rád ez ilyen puzzle-os szárnyakra. Amúgy itt azért valami, mint hogyha megment volna. Így az agya. Igen, megtört a kocka ritmus. Teljes mértékben. Hát ez egy veszélyes világ. Ez egy nagyon veszélyes világ, úgyhogy ez a náci Noctowl, ez szerintem így ketté lesz majd tépve. A szemét azt pedig próbáltam jól megcsinálni, de azt se fejeztem be, nem tudom, hogy miért áll ilyen vigyázva. Szerintem a norm egy picit jobb lett. Mondjuk ennyi, hogy ez se volt nehéz neked, ugye? Nem. Jó, akkor szerintem megvagyunk négyel, most jön az utolsó számú. Lássuk, hogy ki lesz az. A következő számú gyerekek a 157-es, akár hisztek, akár nem, Typhlosion-t sorsoltuk ki véletlenszerűen. Amúgy vártam, hogy ez benne legyen a videóban is, hála Istennek. Én nagyon szeretem Typhlosion-t, azt szerintem sokan tudjátok. Szintén, ja. Viszont lerajzolni se annyira nehéz, viszont nem tudok rajzolni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi is jön ebből ki, jó? 3, 2, 1, és go! Oké, én ilyen szökellő poszt fogok csinálni. Ezt a fejet hallod, valaki meglátja. Sírva fog elfutni, Jézusom! Jó, hát én azt hiszem, hogy itt hagyjuk ezt abba. Ez, erre találjátok szavakat, szerintem fel fogom tenni Instára, hogy adjatok nevet. Én azt mondanám, hogy ez egy tapír, amit így nem tudom, így kiuggattak, kitömtek, és utána felgyújtottak, és így ott hagyták szenvedni, és így látjátok a fején is, hogy ez mi ez? Ez kitette az emberiséggel? Mutasd a tiédet. Az ég. Nekem is ég, de ott, ahol kéne, nem az egészet. Tiédet fölgyújtották. Az én csak simán. Oké. Rájöttem, hogy ez így nem fel ez az egész verseny. Hát Norbi az... Legközelebb valami olyasmi lesz, hogy nem tudom... Mi lesz a harmadik része? Elmegy a motivációt. A motivációm? Nem. Semmi értelme, gyerek. Nincs értem a versenynek. Viszont tudom, hogy mivel lehetne egy kicsit még izgalmasabbá tenni a dolgokat, szóval... Nem más következik, mint a bónusz. Tehát akkor nézzük, hogy ki a bónusz Pokémon, sorsolunk egyet, ez pedig a 225-ös számú, ami nem más, mint... Melyik? Dalibán! 6-ból egyszer benne kellett lennie, nem is tudtam, hogy a 225-ös a sátán száma, nem 666, úgyhogy Norvikám, lesz egy percet, hogy kiszolgáld a nézőket, mehet! Ez gagyi lett. Nagyon. Look at this!
Nem is fogja, mutasd. A száját direkt volt a trombeli. Jaj, jaj. Itt még a fejnél egy tök komoly, hogy kellett volna folytatni a testet. De mi az ilyen? Hogy ilyen... Anna vagy? Ah, oh, Angelina Jolie szeme, igen. Szerint a gyerekek ezt is el lehetne nevezni mondjuk, nem tudom, telebőrnek. Annyira tele van. A tiéd az meg a Naktól 2. Igen. Mint hogyha ja, megrázta betörő. Volna az áram, és utána egy ilyen szomorúan néz. Na jó, köszönjük srácok, hogy velünk tartottatok. Mindenképpen írjátok meg, hogy melyik rajz volt a kedvencetek, és hogy milyen videót látnátok legszívesebben a csatornán a továbbiakban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a videóban. Norbi, szerinted melyik volt a legnehezebb Pokémon, amit le kellett ma rajzolnod? Abszolút Delibird. Írt. Delibird! Képzeljétek el Delibirdet ilyen óriási körszakállal, bár így is van neki elég az arcán, és melyik volt a legkönnyebb? Egyértelműen Naktolgó. Nálam viszont mindegyik nehéz volt. Én úgy gondolom, hogy a Typhlosion tudtam a leginkább bénán rajzolni. Nagyon durván alulmúltam önmagamat is, elnézést kérek minden Typhlosion rajongótól és Pokémon rajongótól. Úgyhogy szerintem ez azért egy vidám epizód volt. Köszönöm szépen, Norbi, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. És hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel. Ugyan. Hogyha szeretnétek még ilyen videót látni, akkor mindenképpen jelezzétek nekünk egy like formájában, vagy írjatok kommentet, vagy diszlájkoljatok, hogyha nem tetszett, és valami, nem tudom, egészen más világban képzelnétek el minket, vagy engem, vagy más videók témájában. Mondjátok meg nekünk ezt kommentek formájában is, léci. Úgyhogy én ennyit akartam mondani, vigyátok magatokra, és ne feljétek a legfontosabb dolgot, vegyétek a ceteket!